A bajnoki átszervezés követően az utánpótlás bajnokságokban is új rendszerben versenyeznek majd a csapatok. A Nagy Sándor által irányított 21-es együttes és Balóz Zoltán U17-es gárdája a kiemelt bajnokságban szerepel majd, úgy, hogy a két csapat eredménye összeadódik. Szatke Zoltán az U18-as csapat edzőjeként jó néhány játékost ad majd az idősebbek meccseire. Mivel több NB 1 es klub nem indít csapatot a harmadosztályban, hanem az utánpótlás bajnokságokban játszhatja majd fiataljait, a szakemberek szerint minden idők legszínvonal 21-es szezonjának nézünk elébe. 21-re fölemelték az U19-es mezőny, az azt jelenti, hogy, hogy nálunk a 17-18 éves játszok, srácok, játszhatnak majd az 21 évesek ellen, ezt nem volt nehéz így kiszámítani, de kíváncsian várjuk az erőviszonyokat, hogy különböző csapatok hogy fogják ezeket az áthidalásokat megoldani. Természetesen a mi korosztályunkból is az én U18-as csapathoz kerültem, tehát maradtam a csapatommal U18-as bajnokságban szereplünk, Tőlem is kerültek föl hat játékos az U21-be, érkeztek is hozzám játékosok, úgy valamilyen szinten átcserélődtek a, a, a csapatok. Ezeknek az összekovácsolása folyik most mindegyik korosztályba. Természetesen a legkisebb akadémiásoknak pedig a felzárkóztatás és hát kíváncsian várjuk mi is, hogy hogy tudunk megfelelni ezekbe a bajnokságokba. Egy biztos, hogy nagasabb színvonalú mérkőzések lesznek, nehezebb mérkőzések lesznek, na de hát a srácok majd szerintem így fognak tudni fejlődni. A fejlődés szolgálja majd a hamarosan átadásra kerülő örökösföldi két füves és egy műfüves pálya is. A cél pedig továbbra is az, hogy minél több saját nevelési játékos kerüljön fel a Nyíregyháza Spartakusz felnőtt csapatához.